Now turn up. Ne gyere már le, vagy ki. Húzni. Hát remélem ez a csavar való bele. Hogy őszinte legyek, nem tudom. Hát ilyen hosszú csavar, nem tudom, hogy mi a francot fognom. Mondjuk, hogy ide még lehet, hogy kellene kámi hosszú csavarok. De mondjuk ez meg nem valósi, mert az meg elevem át se éri, úgyhogy akkor kizárásos alapom. Hát nem tudom, az összes csavar kiszedtem-e ide ebbe a kis levegőszűrő tartó, vagy levegőszűrő fedélbe. Remélem. Akkor viszont kizárásos alapon dolgozok. Mint szoktam általában. Ugyebár. Na mi van? Másik már szinte meg is húzta. Úgy, kicsit tovább nem erőtetjük. Mert ez is bele. Úgy. Addig húzom természetesen, még egy picit hozzá nem ér a henger talpához. Kicsit meg nem fog újni. Tehát tovább nem. Hát igen, most kinti munka az egyelőre felejtős, mert hát ugye mire kipakolnák, megeredne az eső, utána visszapakolná. Úgy nem, így nem. Így egyszerűbb ittben, úgyis most ezzel tartoztam még a... Nem az, hogy nektek is, meg hát ugye a szomszéd németnek is, úgyhogy nem akartam azt is itt kételyek közt hagyni, hogy valamikor majd lesz valami a gépből, most zsarabokban van, de majd valami lesz belőle talán. Hát, na, kicsit átlósan meghúzogatjuk őket. Csavarkákat. Úgy. Oké, vagy a másik fele is. Így. És akkor lehet ez is úgyni. Na. Jó, megy benn, eddig még megy benn. Ez már, hogy meddig, hát hogy, hogyha szévig elmegy ismét, az már nagyon jó lesz. De hát meglátjuk, mennyire fogja gyepálni a német. Az az érzésnek, az biztos. Megmondom neki, azért úgy gyűrűk vannak benne azért, vagy megmagyarázom neki, hogy egy kicsit azért lájtosabban menjen vele. Mármint úgy, hogy egy kicsit pihentetőleg. Egy kicsit menni vele, pihenni, aztán... Ja. De esetre megpróbálom majd itt járatom a gépet. Ha sikerül. Ha persze elindul, ha. Ez még nagyon arrébb van. Hogy ez ebből valamikor gép lesz, de hát rajta vagyok. Az ügyön, mint látjátok. Emberek, olyan füllett idő van most meg, az emberről folyik a víz. Pedig csak azt ittben bütykölődik, semmi olyan munkát nem végez, hogy mit tudom én, mit csináljam. De mégis iszonyú meleg, ilyen forróság van, ilyen füllett, inkább füllett idő van, azt mondom. Na, ez megvan. Várjatok, nem a micsoda alatt volt ez a hülyeség. Hogyan így vannak itt? Várjatok, kuplungunk. Hát a kuplung, először be kéne dobálnunk a szimeringünket, szimeringeket akarom mondani, nem? Így négy kicsit olajat adok neki ide, könnyebben ráugrik. Oké, meg ide is tudok neki kicsit a... Így, né. Hát azt, hogy milyen lesz a fekete szimering, nem tudom. Én tudjátok, jó, nem nagyon szeretem, de most ez van. Ez volt a csomagban, ez volt az egységcsomagban, úgyhogy... Mást nem tudtam kitalálni. Ez van sajnos. Na, látok a kis csőkulcsom, amivel bele tudtam csapkodni. Azt hiszem ez az. Ez az szerintem. Fordítva. Nézni. Oké. Még kicsit adok neki. Úgy hallom, mindenhol csilingel, tehát eléri a fémet. Úgy, de ugyan. Oké. Okay. Na, megy bele a nagy szimering.
Oké, ennek ide alulra teszek, nem a lentkerék alá, ne csúszkáljon már nekem a lentkerék, ha egy mód van rá, úgy. Meg akkor ide belülre, ahogy szoktam. Úgy, né? Kicsit átkenjük, hogy menjen mi, nem tudom, láttatok valamit? Szerintem semmit, mi? Na mindegy. Szokásomhoz híven itt hátul pücsköréztem, aztán így benne nyomjuk, amennyire lehet. Aztán mehet is bele. Ez pont jó is lesz nekem a másik fele. Úgy, né. Oké. Okay. Nagyobb csőkulcsot hozok elér, biztos, ami tuti. Úgy. Na kérem, úgy nézem, hogy talán jó lesz. Oké, okay, szerintem ez már jó. Egy kicsit még edafele, mintha kint lenne, de... Úgy, né. Oké. Okay. Frankó. Na kérem, akkor... Így. Dobjuk rá. Hát a lentkereket ugye nem pucoltam meg. Az most egyelőre marad ilyen, amilyen, vagy kicsit megvakar, meg kéne vakarnom, azért mégsem ilyen koszosan kéne visszatenni, mert látom, lejön róla a por, vagy nem is tudom mi ez. És azt kivakarom belőle. Na hát nagy volomban megpucoltam, kész. Na figyeljetek, akkor ugye alatta van, elvileg alatta már nem volt semmi, ugye? Ja, a csapálydobozokat én eldobom, mert csak a zavaró tendenciák, úgy, mik vannak itt az alkatrész bázisban. Azt mondja, hogy gyűrű az már nem kell, csavarok, Isten tudja milyen csavarok még vannak itt, csapágyat nem kellenek. Na mindegy, elvileg itt, ha minden igaz, nem volt semmi. Úgy nézem. Ja. Oké. Ezt a pöcköt nem tudom, hol francba tegyem. Az még érdekes a sztori. Na, visszatesszük az éket. Úgy, és akkor átesszük a hőtengelyünket. Akarom mondani a lentkerék. Ja, fordítva van, bakker van. Ja, az belső fele. Ja. Vagy hogyan van ez? Elvileg így kéne lenni, ugye? Tehát az belül van, mert ugye ide kívülre jön rá a kuplungunk. Vagy kuplunk? De kuplunk. Na miért nem megy rá? Most semmi nem akar összeállni. Pedig jó felé van nyomva. Én úgy nézem, hogy jó felé van. Igaz, hogy nehezen is tudtam leütni róla, vagy leszedni róla. Na oké. Okay. Na, elvileg, ha jól tudom, volt egy a rugós alátét alatta, ha minden igaz, meg egy sima alátét alatta. De azok hol vannak? Na itt van, azt hiszem, ez a kettő alátét volt alatta. Ja, nem ez. Úgy tudom, így volt fönt, meg a valamelyik anya, nem tudom melyik anya volt itt, fogalmam sincs, mindjárt megnézzük, melyik passzol rá menetileg. Azt teszem rá természetesen, a másikat nem tudom, na, ez megakadt ott ezen a szinten. Úgy, na várjátok, ez megnézik, ez hogyan megy rá. Ugye ez önzárósak, ki, akkor azért akadt meg persze. Hát figyeljetek, szerintem mindegy melyik, mert mind a kettő ráment, úgyhogy úgy néz ki, hogy elvileg mindegy melyiket teszem ide, mert önzárós anyák mind a kettő, és ugyanakkor a mérete, úgyhogy fogalmam sincs, hogy többet meg itt én nem találok. Ja. Úgyhogy megy rá akkor egyszer a sima alátét, így, rá a rugós alátét, és akkor rá, ez az, mit tudom, melyik ez az anya, aztán kész, fogjuk rá, hogy ez volt az, aztán rá küldjük. Jó. Na, de most hol van a kis csőkulcsom? Hál' Isten, az sincs meg. Na jó, semmi nincs meg. Na mindegy, akkor meghúzzuk ezzel.
Nem tudom, hogy tudtam rakni a 13-as kis cső, vagy leesette valahova ide, a francia tudja, de valahova eltűnt. Azt tudom, mert nincs meg. Tehát eleve eltűnt. Na, elvileg rá van húzva valamilyen szint. Igaz, hogy nem koppogattam rá, szokásom a szíven. Úgy, hát egy speciális koppogatás, látjátok. Úgy, minden esetre madzagot fűzök bele. Aztán meg kéne nyomatnom. Úgy is, még azért. Oda madzag. Így van. Oké. Fölfelé jön. Így ide beleküldjük. Hát amennyire tudom, meghúzom, aztán kész. Figyeljetek, elvileg jónak kell lennie. Na, most meg nem tudom meghúzni. Átpördült a... Jaj, de hülye vagyok, hát erre lazul. Ó, bakker! Azért mondom már, mi a franc van, akkor gyors átkepördök, nem a... Így, hogy ott akadjon. Akkor fölfelé kell húzni már velek, amíg nem szóltatok. Ja, hát át is pördült, hál' Isten rajt. Megnézzük, a madzag nem szorul bele sehova, oké. Jó. Hát mindegy, ezzel nem a legjobb meghúzni, mert ezzel nem lehet. Az a, micsoda, nem szeretem ezeket a piaci, vagy ezek a krovákat, mert hát ugye, ja, itt van meg, van az én kis speciális húcsocskám. Na, még egyszer átjátsszuk a szituációt. Megtömjük madzaggal. Na, bocs, hogy itt szélül dolgozom, de hát már látjátok, itt az asztalom tele van mindennel. Úgyhogy, ja. Hát nekem nincs olyan nagy helyem sajnos, mint másoknak. Nekem csak ekkora van. Ezeket egyelőre beírnem. Jó. Tehát eddig elfértem, most egy kicsit zsúfoltabban vagyok, meg ez a nagy tálca, amiben vannak az alkatrészek, sok helyet elfoglal itt, úgyhogy azért is vagyok itt az asztal szélére szorulva. Na, a kuplumot is fel kéne tennem akkor, ha már itt vagyok. Na, ez hogy a francba volt? Van ez a kis rugós alátét, ugye? Ez ilyen hullámos alátét, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez van, azt hiszem, a csavar fejénél. A nagy alátét viszont itt alul van. Tehát ezt hiszem így kell összerakni, ha minden igaz. Tehát ezek mennek ide. Hogy melyik fele van fölül, fogjuk rá, hogy így volt. Jó? Tehát akkor a... Rajt van az alátétünk. És akkor így kell rákapatni elvileg, hogy oda így rámenjen. Ha minden igaz. Úgy, né. Oké, hülye voltam, kivettem, és ezen is rajta van, látjátok, az a hullámos alátét, vagy rugós, vagy Isten tudja, minek nevezzem. A nagy alátétet alátettük alulra, és akkor a lapos alátétet inkább így mondom. És akkor elvileg így kell lenne. No, így kellene. Csak hát ugye az alátét meg lehet, hogy elcsúszott. Belekapartanom a helyére. Na, valószínűleg, hogy be jó helyen van, úgy nézem. Na, talán belekapott, oké. Jó. Ez azt hiszem, hogy nagyok. Ja, nem ez a kulcs kell rá, nem tudom mekkora kulcs kell erre. Várjatok. 16-os talán. Vagy még nagyobb. Fogalmam nincs. Mindjárt keresünk egy... Ezt pont elsőre eltaláltam. Mit tudom, hányas ez, emberek. 17-es. 17-es teszek rá. Ez nem jó bele. Hobbakker van. Pici kulcssal? Hát meg az se jó bele. Hoha! Akkor most ezzel mit csináljak? Huha! Átalakítom meg szerintem nincs. Ja. Hát ez lenne jó átalakítónak, de hát ugye ezt cseszhetem, mert ez ugyanaz a kulcs. Hoppacska! Ajaj. Na kérem, itt probléma arról lett. El a baj, látjátok, mikor ilyen gondok vannak, értitek? Na mindegy, figyeljetek, kell szereznem egy 17-es kulcsot, már sem tudok csinálni, akkor nem mi csodázunk itt. Mert 17-es kulcs kellene nekem. Vagy várjatok, hoppá. Szíthet a csőkulcs, ez lehet, hogy pont akkora, nem? Ó, megvan oldva a cíjezet, mit kitti agonizálni. Há. Így, né. Oké. Na,
így. Na most kellett volna ugye vissza beletennünk a madzagot, mert ugye ezt azért meg kéne húzni egy pöttyöt. Jó, tudom, hogy kiszedtem belőle. Na álljátok, mindjárt belevágom is ismételten. Így beleküldjük a madzagot egy kicsit, aztán mindjárt megoldjuk a harci helyzetet, ezeket félredobálom innen, mert nem kellenek, vagyis a csavarúzó majd kell, bocs. Az kell, behozni kéne, mert ugye az a klova fejem, egy klova száram. Így. Oké. Oké. Úgy. Jó. Elvileg meg van húzva. Így. Na, ez a fele föl van építve. Jöhet ez a fele. Elvileg erre, ha minden igaz, hol a francban van, váljátok? Ez a berántó kis berántó rész, ez kellene. Azt hiszem ez alatt nem volt semmi, vagy volt valami? Szerintem semmi. Ez alatt szerintem alátét sem volt, ha jól tudom. Itt vannak ilyen kicsi alátétek, de az nem az. Itt fine simmering, azt kidobálom innét ezeket. Amúgy fekete volt benne, aztán hogy mennyire fekete vagy, milyen fekete, nem tudom, ezek voltak bent. Csapályokat kidobáljuk innét, mert ott majd nem kellene, nem játszanak most már. De zavarják itt a légkört, tömítésekkel, essekkel, tömítés darabok. De vannak még ilyen alátétek, meg minden. Ezek azért nem árt, ha van. Na, minden esetre szerintem ez volt. És ez alatt én úgy tudom, nem volt semmi. Ez csak nemes egyszerűséggel rá kell tekerni ezt a szia. Így, és akkor erre ment rá a másik anyja. Ez alatt már szerintem alátét az nem volt. Ha jól tudom, mert... Vagy vejetek, van itt egy alátét, de az nem az, jó van. Hol a másik, az a nagyobbik anyja, itt van. Ez az szerintem ez volt itt. Ugye? Hát remélem, hogy ez volt itt, most nem a másikat tekertem oda rá. Jó, ez megy rá majd, oké. Ez esetre... Ugye én ezzel azt szoktam csinálni, lehet, hogy hülyeség, hogy egy kicsit kalapáccsal, hát másra nem tudom, úgy kicsit meghúzom, így, és akkor most megy rá az anya, és akkor azzal fogatjuk le ezt a kis tányért, vagy Isten tudja, minek nevezzem ezt a berántó részt. Úgy. Hát figyeljetek, ezt most én megpróbálom, itt kitámasztom. Mert hogy nem így kéne. Vagy várjátok, hogy a luk az nem azért van, hogy ezzel ki lehet támasztani. Lehet, hogy ez azért van ám ott. Hogy valahol oda beleültetjük, ott van a két lyuknak a helye talán. Oda beletesszük, és akkor lehet, hogy fog valamit. Aha, lehet, hogy ez azért van ott. És akkor azzal meg ellen tudsz fogni neki, úgyni. Na, figyeljetek, ez is megvan. Tehát a berántó rész jó. Eddig megvagyunk. Na, kipufogó. Hát a kipufogó olyan francot csinálják szerintetek. Hát ez lehet, hogy tele van maszattal. Meg ugye, most nem tudom, katalizátor van ebben, nincs ebben. Ugye mondtam, megnézzük tényleg ám, de ja, bocs, azt el is felejtettem. Na, várjátok. A hátsó részét azt nem tehetem fel addig, míg mielőtt a micsodát föl nem teszem. Karburátort. Karburátort megnézzük, szerintetek érdemes átnézni. Látjátok, ezt még nem is bántottam semmit, ez úgy van, ahogy van. Én tudjátok mit? Ugye nem tudom állítani, mert nincsen nekem ilyen kulcsom, ilyen Pac-Man kulcsom, meg Isten tudja mi a francom. Látjátok, hál' Isten, ezen ilyen speciális kulcs van már. Úgyhogy nem tudom, hogy... Érdemes-e szétszednem, vagy sem. Hát figyeljetek, ezt a felét, csak alapban nincs hozzá semmilyen membrán, meg semmi, mértétek. Mindenesetre figyeljetek majd, ha netalántán nem jó, én felrakom így, ahogy van, váljuk a felelősséget, az kész. Aztán meglátjuk. Na most váljátok, ez hogyan volt? Ez a tömítés. Hát a tömítésre én szerintem ezt használom, ugyanúgy a gyárit visszatesszük. Ennek semmi olyan nincs, hogy elnézem, úgyhogy kár ezt szerintem kivenni, vagy kicserélni, főleg ezzel az utángyártott valamivel. Úgyhogy á, ez nem is ide kell, bakker van, hülye vagyok. Hanem melyik kell oda?
Mert lehet, ezt eldobtam innét. Pedig szerintem ott is volt egy tömítés. Ez kell oda. Ez a közdarab. Amely alatt szerintem kell, hogy legyen tömítés, vagy kell. Volt tömítés, csak nem tudom, hol tettem el. Itt kéne neki mindennek lenni, de itt nincs. Abban volt még valami, az nem az. Ami szemét. És az. Hát emberek, akkor nem tudom most mi a franc van. Na mindegy, hagyjuk a francba egyelőre azt. Tegyük rá ezt a burkolatot ide. Hogy itt volt, ami megfogta szerintetek azt a rugót. Ezt nem is tudom milyen tartót. Na mindegy, itt a két stiftet találtam, azt bele kéne rakni vissza a helyére. Így. Ezeket kihúzogattam, nehogy elvesszenek. És akkor elvileg az adja magát. Na. Úgyné, tehát, vagy mégse, rossz helyre ment valami. Nem, jó van, az tart, oké. Na de most ugye nem tudom tényleg, hogy ez a hülyeség az hol volt, ez a rugó. Tudtam, hogy el fogom felejteni, szinte biztos voltam benne. 100%-ig biztos voltam benne, hogy ezt elfelejtem. Na mindegy, hagyjuk egyelőre, mert valami talán eszembe jut, aztán akkor visszatesszük. Na elvileg ezt fölteltem, ha minden igaz, itt nem volt semmi, ugye? Na ide kéne azt mondja, hogy négy, ugye, négy egy csavar, ha jól látom. Na itt még ki van vágva egy rész, várjátok. Az miért van ott kivágva? Nem, egyszer figyeljetek. Gondolkodjunk logikusan, itt a fölkérdettemünk hát a micsodát ide. Ezt könnyebben föl tudom most még csavarozni, mert utána már nehezen tudom föltenni. Szerintem legalábbis. Oké? Okay. Na a gyújtást egy kicsit átpucolom, mert látjátok azért a hagy kívánni valót. Van ott maszat, tehát nincs, vagy ez a trafó, nincsen, nem volt átputolva abszolút, én csak éppenséggel levettem, azt dobtam félre ide a többi alkatrész közé, úgyhogy én kicsit ezt legalább az érintkező részeket, vagy Isten tudja, azokat a fém részeket egy kicsit átcsiszolom. Így, né? Oké, és oké, na mindjárt kicsit tisztább, meg fogkefével kicsit a port, maszatot, ezt-azt, ledörgölöm. Így szárazon nem vacakolunk vele most. Nem, mert hál' Isten nem annyira dzsúás, hogy itt aztán nagyon nagy beavatkozás kelljen. Szépen meg lehet így fogkefébe a lanatúra pucolgatni. Na! És akkor elvileg, opa, ennyi itt. Így, ez ide megy, ha minden igaz, az érintkező meg oda megy. Na most ide milyen csavarok kellettek? Ojoj. Ilyen hosszú kellett ugyan? Hát igen, nálam mindig ez van, hogy itt kérdezgetők, meg gondolkodok magamban. Mi a franc lehetett itt? Fogalmam nincs. Na, két egyforma csavar kellene nekem ide. Hát itt van két egyforma, kb. Na lehet, hogy ez a kettő jó lesz ide. Van egy jó nagy alátét is. Megpróbáljuk ezt, jó? Ha bele tudom csavarni, akkor már nyert ugyan van, ha nem, akkor nem. Akkor más kell ide. De ha elbírja a menet, akkor ez marad itt, azt kész. Ha úgy elbírja a menet, hogy le is szorítja. Úgy. Ja, valamikor tényleg most már úgy kéne leszednem ezeket a csavarokat, hogy tudjam azt, hogy mi micsoda, meg hó volt, mert én csak szeren szét a gépet, aztán ugye, na mindegy, figyeljetek, úgy néz ki, hogy jó, megfogta. Megfogta kicsit. Ezt a kék micsodát is beletekerem ide, menetrögzítőst, aztán nem tudom, hogy ez kell ide. Minden esetre én belevágom, aztán jó van. Ezen is van jó nagy alátét. Talán jobban lefogja. Akarékban meg nem lesz, na visszalazítjuk őket úgy. Tudjon mozogni még egy kicsit a... Még nem mozog. Jobban. Így. Oké, tud mozogni már maga a gyújtás, mindjárt megkeresem a speciális eszközt. De azt, na most azt hol lehet? Azt... de jó. Hogy nem tudom, hogy hol van. Emberek, baj van. Hát fogalmam sincs, hova tettem el. Vajtok. Halljátok, itt van. Megvan a speckó eszköz.
Így né. Rádobjuk. Oké, oda is csipte. Úgy érzem, hogy megcsipte. És mehet is rá akkor a meghúzás. Így. Vagy. Meghúzzuk erőben, nem is erőben, hanem fixre. Oké. Így. Úgy, oké. No kérem. Jó, elpörög, semmi probléma. Na most tesszük rá ezt a burkolatot ide. Úgy, és akkor ehhez kell nekem 4 csavarocska. Hát, lehet, hogy ide hosszabb csavar is kellene, most nézem. Ezek kellene ide? Hogy milyen csavarok vannak még itt? Ez szerintem a karburátoré. Szerintem akkor, ez nem tudom, ez a hosszú csavar megint mi, de ez olyan nagyobb csavar, az nem oda tartozik. Úgyhogy, mert ezek nem érnek már ott át, ezek a rövidebbek átérnek. De szerintem ide elég lesz ez a kis rövid csavar is. Mert itt a nagyon nagy tartásnak nem kell lennie, csak épp a burkolatot fogja föl, az semmi extra. Szerintem. Mondjuk várjátok a... Ja, itt a kipufogó a berántót is valami fogta. Oda kell szerintem 4 egyforma csavar. Lehet, hogy akkor ez a 4 csavar, ami ez, amit már így behetettem, hál' Istennek. Ez elég hosszú, ezek rövidebbek, ugye? Ez rövidebb, akkor ezt tesszük ide. Minden rövid is elég, minek vagy a hosszú csavar. Szerintem legalábbis. Úgyni. Na, hova tettem én ezt a csavart? Itt van 1. 2. 3. Vagy 4 egyforma csavart kellene keresnem, ami fogta magát a berántót. Kb. Ez a 4 egyforma szerintem az fogta. De azt itt most akkor ezt... Szerintem ezek a hosszúak fogták itt hátul. Ilyen hosszú csavar. Atya úristen. Hát lehet, hogy ez volt, de ez semmi alátét. Vagy vannak lepotyogva alátétek, az nem tudom hol volt, nem mindegy. Szerintem az nem itt volt, az egész máshova kell, de szerintem ez kell ide. Mert ez bele is elnyelte emberek ezt a hosszú csavart. Akkor megy a másik bele, megy a hosszú csavar is bele. Ide alulra. Szerintem elnyeli ezt is. És akkor az a két valami, az meg jön oda, mindjárt. Még kellene egy ilyen kis rövidebb csavarocska, mondjuk ez. Ez meg jó lesz ide. Úgyni. Ugye ez mekkora? Hát az vaskosabbja. Az nem oda jön. Így néz, kérem szépen. Oké. Így. Aztán egy melyik csavar hol volt, azt már én nem tudom Hát ez lehet, hogy nem itt volt, mert ez már meg is húrott emberek, úgyhogy ez elég rövid ide. Szerintem ez nem ide tartozik. Hát ez nagyon gyíkfinged a... Ha már így lehet fogalmazni, de menet. Hát ja, teszünk be egy hosszabbat. Így. Valami azért fogjon itt is. Na, ennyi bele. Oké. De úgy nem is van jobb emberek meghúzni ezeket a csavarokat, mert ez tényleg azért van a szent a menetrögzítő, mert nem lehet meghúzni őket, mert egyszerűen megszakadnak. Egy az egyben megszakad a csavar. Na, akkor az megvan, ez a 4, ez ugye itt volt a akarom mondani, ez nem? Ja, itt van a kuplung részek, bocs, a szárat ezt fogja föl, ide előre. Itt a kuplung, és a berántó részt akarom mondani, ez viszont akkor ide jön neki, ja, jó van. Na kérem. Azt mondja, hogy itt van a mi a fene. Mi a franc foghatta, vagy mi foghatta tényleg azt a... Nem tudom elképzelni, emberek. Fogalmam nincs.
Úgyhogy ez marad így. Azt sem tudom, hogy ez a kapcsolóhoz ment előre. Jó. Oké, na most jön akkor ez a kis kütyű. Hát ennek a tömítése nem tudom, hol a francba lehet, de szerintem itt van, megvan. Ennyi marad belőle. Láthatjátok ugye ennek a tömítése. Úgyhogy ez alá viszont alá tesszük a, úgymond a gyárit. Alkalommal az után gyártottat. Más nem tudunk csinálni vele. Mindenképpen az után gyártottat fel kell használni, mert az ugye az már elment onnét. Na így szárazod, átesszük. Ugye a lyukacska az jó helyen van, úgy nézem. Az impulzusra, ahol onnét fogja kapni. Úgy né. És ugye alulra kell tenni, persze természetesen alul lesz. Ez így kellene lenni, ugyan? Jaj, azt mondja, hogy... Reméljük, hogy így kellene lennie. Hát ha nem, akkor így jártam. Vagy az hátrafele néz? Nézzünk azért megfordítva, és hogy hogyan mutat. Hát nem tudom most tényleg ez hogyan volt. De szerintem így inkább. Inkább így volt. Ja. Így, ja ide kell, azt hiszem ez, ugye? Ide kell, ha minden igaz, így, és az itt van a két nagy alátét, egyszer, két nagy alátét, meg itt van két kis rugós alátét, amit alávágok, úgy, és a két kis anya, amit ráteszünk, és ehhez kell majd egy kis pici kulcs, amivel ezeket rá is tudjuk húzni. Na, hál' Isten, az megint nincs kéznél így hirtelen, ami is lenne itt, ugye?